Raskó Gábor a vendégünk, a Szkeptikusok Tudományos Társaságának az elnöke, aki hát egy kicsit osztja azt a véleményt, amit itt mi is próbáltunk megfogalmazni az adás elejé óta, hogy azért mi reméljük, ti viszont tudjátok, hogy mindenre van tudományos magyarázat. Így van? Jó estét, Gábor. Jó estét, szervusz. Szervusztok. Egyrészt Szkeptikus Társaság, úgyhogy tisztázok a nevet. Egyáltalán nem gondoljuk, hogy mindenre van válasz. Pont ez az érdekes dolog, hogy mi azt gondoljuk, hogy nincs mindenre válasz, amit pedig most itt hallottam a sminkszobából, hogy miről beszélgettetek, azok az illetők gondolják, hogy mindenre van válasz. Mi azt mondjuk, hogy a tudomány nagyon sokat tud, és tudja magáról, hogy vannak bizony dolgok, amiket még nem tudunk, lehet, hogy soha nem is fogunk tudni. Mik azok a természet feletti jelenségek, amiket mondjuk esetleg soha nem fogunk tudni, és a tudomány nem találhat rá választ? Nem mondtam, hogy nem találhat rá választ, én csak megadom az esélyt rá, hogy nem talál rá választ. Viszont itt rengeteg érdekes dolog elhangzott az elmúlt egy órában, nagyon élveztem a műsort. Az a helyzet viszont, hogy ezeket nem vizsgálják meg azok, akik maguk állítják ezeket a képességeket, jelenségeket, hanem csak úgy elfogadják. Például egy UFO kongresszuson az egymás utáni előadók egymással teljesen ellentétes dolgokat mondanak, és nem úgy van, mint egy tudományos konferencián, hogy akkor elkezdenek vitatkozni azon, hogy melyik az igaz, hiszen egyszerre mindegyik nem lehet igaz. Ez a különbség a tudomány és a nem tudomány vagy áltudomány között. Ti milyen alapelvek szerint működtök? Tehát mik azok a, akkor nevezzük tudományos alapelveknek, amik behatárolják azt, hogy nektek mi az elfogadható és mi a nem elfogadható? A tudományosság is egy ilyen kontinuum folyamatosság, tehát ugye emberek végzik azt is, tehát nyilván vannak tévedések, néha csalások is, de azért a tudományosság alapja az az, hogy kísérleteket kell végezni, kontrollált kísérleteket, ezeket meg kell vitatni másokkal, és mindaddig, ameddig nem fogadják el, a közösség nem fogadja el, akkor azért azt nem tekintjük valós igazságnak, vagy jó magyarázatnak, nevezzük inkább így. Tehát ezeken keresztül kell menni ezeknek dolgoknak, és még van egy nagyon fontos, visszautalva az előzőre, a tudomány általában megpróbál egységes magyarázatot találni. Tehát ez nem úgy van, hogy leül mindenki és kitalálja a saját maga igazságát, hanem megpróbálja a többieket meggyőzni, és ez megint egy nagyon nagy különbség. A szkeptikusok társasága és az UFO hívők között harc van, vagy egy ilyen civilizált párbeszéd? Hát a civilizált párbeszéd az ilyen is, olyan is lehet, de én azt mondom, hogy az UFO hívőknek és a hasonló szerintünk áltudományos gondolkodóknak azért mi vagyunk szinte az egyetlen esély. Persze a média foglalkozik velük, de a tudományos világ nem foglalkozik velük, mert már rég túllépett ezeken a kérdéseken. Minket viszont érdekel, mert érdekel, hogy az emberek miért gondolják azt, hogy ezek igazak, és mi hajlandóak vagyunk párbeszédre, rengeteg kísérletet végeztünk mi is a világon másutt is, és igazából az hajt minket, hogy próbáljuk a jó kérdéseket feltenni. Ha valamelyiküknek igaza van, akkor mi is lehessünk benne abban, hogy kísérletet végzünk. Hát ez még nem nagyon jött össze, de igazából azt próbáljuk megmutatni, hogy a tudomány hogy áll ezekhez a kérdésekhez, mert lehet. Ezeket mind lehet vizsgálni tudományosan, és ha valami kijön belőle, akkor még mi is nyertünk vele. Hát itt jön a képbe talán a bizonyítás, mert hogy ez még egy nagyon fontos eleme, hogy az, hogy egyszer megtörtént valami, és arra egyszer találunk egy választ, az nem elegendő, hanem akkor ezt lehessen reprodukálni, és meglegyen az az út, hogy akkor ez hogyan történik. Igen, így van egyébként. Itt az a probléma, ugye, hogy mindenkinek a saját élménye az, ami meghatározó. Ami velem történt, amit én láttam, azt úgy gondolom, hogy arra nem mondhatja senki, hogy nem történt meg. Természetesen mi se azt mondjuk, hogy XY-nal nem történt meg valami, nem vélt látni valami UFO-t, vagy nem történt vele ez vagy az. Mi legfeljebb azt kezdjük el végig gondolni, hogy mi is lehetett ennek igazából a magyarázata. És mi pont azt látjuk, hogy az emberi elme elképesztően érdekes. Elképesztő módokon tudjuk saját magunkat is becsapni, rosszul felismerni valamit, és utána azt beilleszteni a koncepciónkba, ahogy mi a világot látjuk, és így előfordulhat, hogy egy olyan magyarázatot kreálunk magunknak, ami valószínűleg nem állja meg igazából a helyét, de számunkra a valóságnak tűnik. Tehát én nem igazán azokkal az emberekkel vitatkozok, akik állítanak ilyesmit, hanem arra próbálom őket rávenni, hogy járják ezt körül, próbálják megvizsgálni, összevetni a többiek megfigyeléseivel. Azt mondtad, hogy az UFO hívők, illetve a természetfeletti jelenségek hívői, azok csak elfogadják tényként, de nem nagyon van rá bizonyítékuk. A szkeptikusok társaságának milyen bizonyítéka lehet azon kívül, ahogy te is azt mondod, hogy csak hogy vitatkoztak és beszélgettek róla? Nem nekünk vannak a bizonyítékaink. Sokat használtad a mi kifejezést. Persze, igen. Amikor én azt mondom, hogy mi, akkor egyrészt természetesen a szkeptikus társaságra gondolok, de én úgy gondolom, hogy mi a tudományos
ismereteket képviseljük. Annyiban más ez, tehát ezért mondom, hogy nagyon sok ember tapasztalatait próbáljuk meg összevetni. A különbség köztünk és a tudományos élet képviselői között, bár köztünk is vannak tudósok, az, hogy ők a munkájukat végzik, akkor nem akarnak olyanokkal foglalkozni, mint UFO dolgok, vagy auralátás, vagy ilyesmi, mert mondom, nem hiszik, hogy ebből valamiféle tudományos eredmény lenne. Mi viszont abban az érdekes szituációban vagyunk, hogy esetleg nem is vagyunk tudósok, vagy baráti körben fölmerül a beszélgetés, akkor mégse lenne jó lehülyézni ugye a barátomat, hanem akkor meg kellene próbálni érdekesen beszélni ezekről a dolgokról. Engem is érdekel, hogy miért beszélnek az emberekről. Engem is érdekelnek a sci-fik. Én is szeretném, hogyha ez meg ez történne, csak megpróbáljuk a tudomány módszerét nekik bemutatni, hogy ha téged ez tényleg érdekel, akkor csináljuk ezt meg ezt. Például auralátóval mi végeztünk kísérletet, az auralátó jött egyébként hozzánk, és azt mondta, hogy ő az emberek körül ugye látja az aurát, az aura az kiterjed az ember körül, akkor az arra gondoltunk, hogy ja, és azt mondta, hogy gyógyítani tud vele, ugye ez nem ismeretlen ma már. Most mi azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy látja az aurát, lehet, hogy akár önmagát megtéveszti, lehet, hogy csal, de mi ezt nem szoktuk föltételezni. Azt mondtuk neki, hogy próbáljuk meg leteszteni, hogy egyáltalán tényleg hogy látod az aurát. Álljon be az illető egy paraván mögé, akkor te látnád. De azt mondja, persze, igen, meg kilóg erre is, meg arra is. Beállítottuk az embert a paraván mögé, azt mondta, persze látja. Kiment az ember, azt mondja, jó, most nem látom. Erre elkezdtük a játékot, azt mondtuk, hogy na most földobunk pénzérmét, beáll vagy nem áll be, és nem látod. És mondd meg, hogy akkor most az auráját látod. És kiderült, hogy amiről ő eddig azt hitte, hogy 100%-ban képes megcsinálni, a statisztikailag se volt képes megcsinálni. Tehát mi nem szoktuk elvárni, hogy mondjuk 20 esetből 10-szer akkor, 20 esetből 20-szor megmondja, hogy ott van az ember, vagy nem. Hogyha 20 esetből 13-szor megmondaná, akkor mi azt mondanánk, hogy már ő valamit már tud, ő valamit lát, ami kilóg a paraván mögül. Úgy tűnik tehát, hogy nem minden arany, ami fénylik. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, Gábor. Köszönjük szépen. És további jó szkepticizmust kívánok a szkeptikusok társaságának. Tudomány után egy picit azonban mi még visszatérünk a sci-fihez, élet az élet után filmrészlet jön.